Takács Judit Meleg század című kötete a 20. századról fókuszál, amit a homoszexualitással kapcsolatos magyar nyelvi fejlemények szempontjából nevezhetünk akár meleg századnak is. Tekintettel arra, hogy a meleg szó különböző jelentés változatai szinte keretbe foglalták a vizsgált időszakot. A nyelvi fejleményeken túl a kötet részletesen tárgyalja a homoszexualitás stigmájának jogi intézményekben tükröződő működését, elsősorban a homoszexualitás társadalmi felügyeletét széles körben lehetővé tevő jogalkotási és jogalkalmazási gyakorlatokon keresztül. Ez a könyv fülszövege nem ennyire bonyolult, az, amit el szeretnék mondani, ti Szabó Csaba történész, köszöntöm, szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm, hogy elfogadtad. Nos, úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban egyre inkább arról beszéltek, hogy ez nem egy annyira divatos téma, vagy túl divatos téma, legalábbis ami a Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó kritikákat illeti, az ezek által exponált vélemény szerint ugye túlságosan is sokat foglalkozik a tudományos világ ezekkel az ügyekkel, te ezt hogy láttad, hogyan értékeled? De ugye, amikor készültünk erre a könyv bemutatóra, akkor még nem tudtuk, hogy ez valójában ennyire aktuális lesz, mert hogy egy-két nappal ezelőtt tették közzé az egyik online folyóiratban Takács Judit nevét, illetve az ő kutatási témáját, ami ugye a magyarországi homoszexualitás és szexuális kisebbségek szociológiai elemzésére fókuszál, mint hát mondhatni, ahogy te is említetted, túlságosan divatos, vagy talán hát nem... Ideológiailag terhelt, így van, tudományos munkaként írják le. Igazából az a vicces abban a történetben, hogy mi pontosan azzal a gondolattal lehetünk ennek neki. Ugye ez egy olyan hit, amikor egy kolozsvári esemény is ezekre a problémákra fókuszál, ennek a hátteréről próbáltunk tematizálni. Ez ügyben az elmúlt héten több napon is szó volt a szexuális kisebbségekről. Ebben a kontextusban beszélgettünk, és nyilván, hogy az volt az elképzelés, hogy arra mutatnánk rá, hogy valamennyire hiányzik a legalábbis a romániai erdélyi társadalom vonatkozásában az ilyen jellegű kutatás. Igen, hát a kötet ugye Magyarországra fókuszál, tehát ilyen szempontból Magyarországon is egy rendkívülinek számítható munka, hisz ez az első ilyen monografikus formában megjelent kötet, amely ezt a témát ugye bemutatja, itt mutatom is ugye a kötetet. Takács Judit, ugye a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének a munkatársa, nemzetközi folyóiratokban publikált, és az itt megjelent tanulmányai azok már több eddigi tanulmányban is megjelentek, illetve ugye természetesen a kötet az 1920 és 1990 közötti időszakot foglalja át, tehát gyakorlatilag majdnem a 20. század teljes egészére fókuszál, főleg a Horthy korszakra és a kommunizmus idejére, de azért nagyon fontos dokumentumok vannak például a 40-es évekből is, ami ugye hát ennek a kisebbségnek a történetében is egyet jelentett a megkurcoltatással, a listázással, sőt a holokauszttal, a genocidum. Ez egy tudományos munka, kemény adatokkal dolgozik, és ahogy egyébként az egyik munkájának az előszobában írja, egy kicsit varástalanító munka, legalábbis a szociológiát, mint tudományt és módszertant úgy említi, és ez azért fontos talán, és így a tágabb közönség fele üzennénk, hogy igazából az ilyen jellegű munkák segítenek abban, hogy úgy szembesüljünk ezekkel a problémákkal, ahogy egyébként azok vannak. Hogyan áll össze szerkezetileg? A kötet öt főbb tanulmányból áll. Az első része az... Tehát nagyjából a Horthy korszakra vonatkozó, főleg szakirodalmat, illetve az úgynevezett listázásokat, homoszexuális listázásokat elemzi, ugyanis nagyon érdekes módon Magyarországon igen korán megjelenik az orvostudományi megközelítés ennek a témának, már 1927-ből ismerünk olyan monográfiákat, amely a homoszexualitásról szól magyar nyelven, ezek ugye főleg orvosi szempontból próbálják megérteni ezt a... És miket mondanak? Egy korábbi műsorban pontosan ezekről az előítéletekről és sztereotípiákról beszélgettünk, hogy miként működnek. Hát azért azt mondhatnám, mert nem olvastam Pál Györgynek ezt a könyvét, ez 1927-es könyvét,
de ahogy én ugye Takács Jüri tanulmányaiból kivettem, vagy amit megértettem, azért viszonylag követik a nemzetközi szakirodalmat, tehát jó ismeri voltak a korabeli német kutatásoknak, és hát mint a kor bármelyik, akár német, vagy az angol száz szakirodalma is, hát természetesen devianciaként, egy valami olyan marginális jelenségként írják le, viszont hangsúlyozzák azt, hogy például Budapesten a 20-as, 30-as években hát úgynevezett hát kozmopolita, nagyvilági meleg élet zajlott, rengeteg olyan hely volt, és hát közismert értelmiségi személyeket is említ már úgy a rendőrségi listák is, mint ezek az orvostudományi elemzések. Nyelvi fejleményeket említettem a felvezetőben, mert hogy a kötetet magát is így írják le, ez mit jelent, és főleg a melegség fogalmára vonatkozóan, ugye, mert hogy ez volt a felütésnek a lényege. Igen, hogy ugye a homoszexualitás szót is egy osztrák-magyar találja ki, ugye Kertövényi, és ez marad meg gyakorlatilag a 20. század szinte végéig, tehát a legelfogadottabb, főleg orvosi műszóként. Azonban a kevésbé szakirodalmi, főleg ugye a sajtóban, de akár a regényekben is, a közbeszédben, már 1908 óta jelen van a meleg szó, ami nagyon egyszerűen egy olyan, hát legalábbis Takács Judit kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy abból származik, hogy bizonyos nők hevültek más nőkre, tehát hogy egy ilyen szinte pejoratív, vagy talán kissé vicces megfogalmazásból asszociáltak a meleg szóval, és később ez aztán bekerül a lexikonokba is. Igaz, hogy például Erdélyben, még az erdélyi szótörténeti tárban a meleg szónál nem szerepel ez a sajátos értelem. Ugye az elején megpróbáltam valahogy eldadogni, hogy miért is fontosak ezek a munkák, akkor erről mesél, légy szíves. Főleg ugye annak háttere előtt, hogy ezek hiánycikkek, legalábbis ami a romániai, vagy az erdélyi társadalmat illeti. Ahogy mondtad is valóban, tehát Takács Judit könyve a magyarországi kutatások szempontjából valóban az első ilyen átfogó munka. Na most, hogyha belenézünk, akkor sajnos ő ugye az EST folyóirat, illetve a rendőrség, a magyarországi rendőrségi aktákat vizsgálta át. Az EST folyóiratból, ami ugye a korabeli Magyarország legnépszerűbb folyóirata volt, mint egy 8000 példányt nézett át. És hát ha megnézzük, akkor ott rengeteg erdélyi eset tanulmány is szerepel, azonban ezt Erdélyben legalábbis még senki nem kezdte el kutatni tudományos módon, sem pszichológiai, sem orvostudományi, sem történeti vagy szociológiai szempontból. Tehát ha valaki ennek mondjuk neki kezden Erdélyben, akkor ugyanilyen jellegű forrásokkal kellene dolgoznia. Hát ez lett a kérdésem egyébként, hogy milyen források állnak rendelkezésre, vagy minek alapján lehetne ezt egyáltalán felgöngyölíteni? Hát a Takács Judit könyve módszertanát, ha követnénk, akkor egyrészt ugye a rendőrségi aktákat, másrészt az orvostudományi folyiratokat, szakirodalmi publikációkat, illetve a folyiratokat. Tehát főleg bűnügyi eseteket sorol fel, szodomia pereket, gyilkosságokat, amelyeket meleg prostituáltak követtek el, közbotrányt, közszemélyem sértést okozó botrányok, amelyek főleg ugye értelmiségi nevesebb színészeket, oktatókat, ügyvédeket érintettek. Ezek mind a korabeli sajtó, a pesti bulvárnak a hétköznapi életét úgy felpezsdítették. És hát valószínűleg, ha az erdélyi sajtót is, akár a 19. század végén, de akár a 20. század folyamán végignéznénk, találnánk ilyen eseteket, és ez egy nagyon gazdag forrásanyagnak ígérkezik. Most meglátjuk, hogy erre egyáltalán bárki vállalkozná, mivel hogy látjuk, hogy ez nem egy indokolt, nem egy javasolt téma. Igen. Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy ugye, tehát ezek az esetek, amelyeket te is említettél, végül is marginális esetek, nem jellemző a társadalomnak erre a szegmensére, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, de mindenképpen valamilyen módon megmutatja, hogy az, amit ugye a heteroszexuális norma szempontjából folyamatosan elrejt önmag elől ez a társadalom, az ott van, létezik, írja maga életét, és ugye mindezek mellett elvárásaik is vannak, úgy gondolják, hogy jogaik vannak értelemszerűen. És említettem, hogy a héten lesz egy ilyen jellegű rendezvény, Kolozsváron másodszor szervezik meg a Kolozsvár Pride-ot. Ugye tavaly erről beszámoltunk, nincsen ennek nagy hagyománya, de mégis valamiféle szempontból gondolom rálátásod van, hogy milyen hatása volt ennek a tavaly, milyen típusú rendezvényről beszélünk, és miért van ennek haszna.
Hát szerintem pont Takács Judit példái, vagy ebben a könyvben is felsorolt példák mutatják meg azt, hogy a társadalom nagyon sokáig a 20. század folyamán csak a kirívó esetekről hallott, amikor egy meleg színész megölte egy meleg prostituált, vagy amikor a feleség megtudta, hogy a férj egyébként a 20. századi melegek 50%-a heteroszexuális házasságban élt. Tehát ezek a kirívó eseteket tudtuk meg. Na most a Pride az megmutatja esetleg azt, hogy igen, ott a felvonuló embereknek a 80%-a Kolozsváron is ugye heteroszexuális volt, az, aki pedig nem, az teljesen normális, hétköznapi életet élő meleg ember, vagy más szexuális kisebbséghez tartozó ember volt. Tehát egy kicsit egyrészt közelebb hozza az emberekhez a témát, másrészt mindenféle ilyen mitoszt, tévhitet, vagy konteót, ahogy ugye a múltkor is szóba került, tehát ezeket lebontja. És szerintem ennek egyedüli ez, haszna ez, hogy ember közelbe hozni egy olyan társadalmi réteget, amely mindig is ugye látjuk, hogy itt volt, jelen volt, csak éppen nem beszéltek róla, nincsenek, nem kerültek elő azok a források, amelyekből testközelbe kerülnek. Az a kérdésem még, hogy ha esetleg számadatok vannak, ugye végülis egy szociológiai munkáról is, vagy legalábbis szociológiai vonatkozás munkáról is beszélünk, és arról, hogy a társadalomnak van egy ilyen rész, akkor azt tudjuk-e, hogy arányában ez mit jelent? Hát ez mindig is egy nagy probléma volt, ugye pont azért, mert hogy az emberek, ugye ennek a kisebbségnek a döntő többsége titkolja ezt az identitását, vagy nem áll vele elő hétköznaponként, emiatt nagyon nehéz megbecsülni. Most Takács Judit nem is bocsátkozik ilyen jellegű spekulációkba, ő lehozza a korabeli szakirodalomnak a becsléseit, amely általában 2-5% közé teszi az arányokat. Most ugye a nemzetközi kutatásokból ma már tudjuk, hogy ez is változó, egyrészt fiatalabb generációknál más adatok jönnek ki. Kinsey, ugye a híres a szexológia vagy a szexuálpszichológia atya hát egészen absztrakt 30%-os arányról beszélt, de ugye nála a kutatás az belevonta hát elítélteket, a börtönben lévő embereket, ahol ugye a szexuális viselkedés nem tükrözi a szexuális orientációt. Tehát mindenképp a mai tudomány azt mondja, hogy egy ilyen 5-7%-ra tehető ennek a kisebbségnek az aránya, de szerintem itt a kötet sem erre, pont amiatt nem is bocsátkozik statisztikában, nem ez volt a lényege, hanem sokkal inkább például érdemes összehasonlítani, Magyarországon már 1961-ben dekriminalizálják ugye a homoszexualitást, tehát lekerül a büntethető vagy börtönnel sújtható tettek közé, míg Romániában erre 2001-ben kerül sor. És szerintem ez mindent elmond ugye a különbségekről is. Pontosan ezzel kapcsolatban, tehát hogy milyen egyéb különbségek vannak Magyarország és Románia között, akár a jogtörténet terén is? Hát ez az egyik fő különbség, hogy Takács Judit nagyon szépen közép-európai kontextusba helyezi úgy Magyarország, tehát Magyarország esetét. Például Lengyelországban, ami egy nagyon sajátos példa, a szodómia vagy a homoszexualitás nagyon tolerált jelenség volt, annak ellenére, hogy ugye a porosz és az orosz hát büntető törvénykönyv volt életben, és ott már 30-as években dekriminalizálják, hát most egy kicsit ott visszaesett ez a folyamat, de hogy Magyarországon is 40 évvel a román lépés előtt már ez sikerült, ugye 2009 óta élettársi kapcsolatra is lehetőség van Magyarországon, Romániában talán idén, vagy ugye hát valószínűleg a közeljövőben sok ez a másik erre. Napirenden lévő probléma. Igen. Igen, ez is egy Takács Judit egyik tanulmánya nagyon szépen hozza a példákat a világ minden olyan részéről, ahol ugye egy vagy a házasság, vagy az élettársi kapcsolat már elfogadott norma. Románia az egyik utolsó Európában, ahol erre még nem került sor. Nos, hát a tájékozódni kívánok, figyelmébe ajánljuk ezt a kötetet, és várjuk az erdélyi-romániai hasonló munkákat. Csaba, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.